Közleményt adott ki a Bácsvíz ZRT Ceglédi üzemmérnöksége, amelyben tájékoztatja a felhasználókat, hogy az ivóvízhálózat szokásos őszi karbantartása keretében szeptember 16 és október 31-e között Cegléd város vízhálózatán öblítést végeznek. A jelzett időszakban az ivóvíz átmenetileg zavarossá válhat, illetve előfordulhat nyomás ingadozás is. Az esetleges kellemetlenségek miatt türelmet kér a szolgáltató. Az elmúlt két hétben két tinédzser tragikus halálát és egy fiatal súlyos sérülését okozta a figyelmetlenség és a KRESZ szabályok megszegése a sineken. A fiatalokat ért vasúti balesetek számának visszaszorítása érdekében a MÁV az oktatási hivatal együttműködését kérte a fiatalok edukálására, és annak érdekében, hogy a SIN tér baleset megelőzési célú ismeretterjesztő filmsorozat epizódjai minél több diákhoz eljuthassanak. A vasúttársaság több mint 2800 iskolához eljuttatta a legfontosabb vasútbiztonsági szabályokat, valamint Molnár Péter mozdonyvezető videó üzenetét, amelyben ő is kéri a szabályok betartását. A MÁV a BME Fizika Intézet mesteroktatója közreműködésével készítette el a SIN tér című ismeretterjesztő kisfilmeket, amelyekben a szabálykövető közlekedés fontosságára hívják fel a figyelmet. A sorozat három epizódjának témáit a vasúton legjellemzőbb, tragikus kimenetelű vagy súlyos sérülésekkel járó balesetek adták. Közzétették a jövő évtől érvényes e-matrica díjakat. Az éves országos matrica közel 60 ezer forintba kerül majd. A Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT honlapján megjelent információk alapján a napi országos matrica jelenlegi 5150 forintról 5320 forintra, a heti, vagyis 10 napos országos matrica 6400-ról 6620 forintra, a havi országos matrica 10710 forintra, az éves országos matrica a jelenlegi 57260 forintról 59210 forintra drágul, az éves vármegyei matrica pedig 6890 forintba kerül majd.